Üdvözlök mindenkit, Leirusz vagyok, és akkor folytassuk a Medieval Dynasty-t, hogy hol, azt nem tudom, mert még nem töltődött be. Ha jól tudom, akkor... itt vagyunk. Ha jól tudom, vadászra van szükségünk, mivel hússal nem vagyunk nagyon jól ellátva, illetve élelemmel. Meg is nézem, hogy hogy állunk. Igen, sült hús. 40 és 7, jó. Megyünk aztán, próbálunk szerezni. Az üres, ugye? Az üres. Jó. Próbálunk szerezni embert. És ha lehet, akkor férfi kell, ugye? Mert nőt vettünk fel. Ó, a kis csacsi. Hát, most nincsen sok. Itt a kis csaci. Ráadásul nőstény. Hoppá! Jó. Ez kitakarítva. Milyen jól el vannak. Na, ide lerakom a Bunny-t, és megnézem, hogy mennyi fafiola van, és akkor azt elvisszük eladni. Ha még van fafiola, még 40 jött hozzá. Szuper deszka, nagyszerű tűzifa. Az mennyi van? 165. Jó, szuper. Na, akkor menjünk. Ide. Kezdjük itt. Vagy akkor már menjünk ide. Először, és akkor így megyünk körbe. Remélem azóta lettek új emberek. Bízom benne. Gyerünk! Szép a táj, tetszik. Nem tudom, hogy mikor jön hozzá update. De már várom. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a változás. Megnézzük azt a szekeret. Oké. Okay. Van itt cucc. Vizes tömlő, prém, kőkés, bőr, szuper. Ennyi? Ennyi. Mehetünk tovább. Ha csak így galoppozok, akkor nem fogja a staminát. Még egy szekér. Nézzük, mi van itt. Azt látom, hogy búza, vagy mi. Búza. Elvisszük, mert nem súly. Bot, bot. Most tényleg? 4 búza. Hát ez nem volt sok minden. Na, haladjunk.
Beljebb se látok, hoppá, banditákat. Őzike van. Lehet, hogy visszafele lövünk párat. Szerintem azt reklamálja a gép, hogy nincsen munkája az embereknek. Szerintem. Na nézzük. Ó. Oh. Mindet rakd át. Gyapjú szövet, az fincsi. És ennyi. Úgy tűnik. Na menjünk tovább. Itt tudunk átkelni. Ohó! Na végre! Vendégek! Na, szálljunk csak le. Jó napot! Hoppá, ez eltalált. Hú! Hú! Kérem vissza annyi veszőt. Na, hol vagy te? Nyavajás. Na. Ennyi volt. Szedjük össze az íjakat, vagy a nyilvesszőket. Oké. Na nézzük, mi van nálad. Ó, ez jó. Ez jöhet. Sült hús, jöhet. Ó, ezt szeretem. Részdárda. Nagyon finom. Érme. Szuper. Jó, máshol nem látok. Nyilvesszőt. Na, menjünk. Na. Oké. Okay. Jaj, tűzszentelem kell. Óha, elnézést. Ez lehet, hogy hangos volt. Vas nyílpuska. Hát menj már. Rész nyílvessző 15. Vas bunkó. Ez de menő. Nem kell csinálnom. Na nézzük. Bogyós bor. Érme. Jó, hát ez. Fincsi, alma. Köszönöm. Ez ugye mindig egy, ugye? Igen. Igen, jó. Akkor más nincs itt. Nincs. Jó. Mehetünk is. Na. Akkor már iszom és eszem. Ha már.
Így. Na, van kajánk. Megeszem az almát. Oké. Sült hús. Jó. Jó lesz későbbre a többi. Hogy befoglalták a hidat, mi? Biztos izét akartak. Hitpénzt. Hello. Hú, ember. De menő. Én nem is láttam hú embert. Na nézzük, milyen felhozatal. Nem, hogy csak hölgyemények vannak. Mindegyik foglalt. Jó. Szerintem. Igen. Jó. Nincs olyan gond, hogy hiányozna. hiányozna valami eszköz, azért nem tudnak dolgozni. Na, akkor nekem kellene egy ember, akinek el tudom adni a cuccokat. Hello. Hello. My wares never disappoint. Na, akkor mind a kettőt. Ezt is. Ezt is. Ezek maradhatnak. A fákja maradhat, gyapjuszövet maradhat. Hagymát eladom, az most nem kell. Ezt is eladom. Körtebor. Kőkés. Azt viszem haza. Roskenyér. Részdárdát megtartom, részkés. Ezt kaptam asszonytól, ugye? Vizes tömlő. Nem kell. Na, vasnyírpuska. Hát ezt is eladom, mert csak 12%-os. Vasbunkós bot nekem nem kell. Csak súly. Alig, hanem ennyi. Ja, fafiola. Az is elmehet. Oké, hát szinte ki is zsebeltük. Nem maradt nagyon pénze. Jó. Goodbye. Na, akkor megyünk tovább. Menjünk ide. Na. De jól néz már ki ez a hóember. Na, menjünk. Megszabadultam a fölös súlytól. Itt is van a gyag. De jó. Most nem viszek. Van közelebb is anyag, nem akarom itt cipelni.
Ja, ugye ez az. Jól van. El akartam menni. Várjuk a szigeten, mintha lett volna jó cucc, nem? Vagy nem, rosszul emlékszem. Ugye megnézzük. Megyünk is, csacsi. A kacsák az voltak, azt tudom. Nincs, nem látok semmit. Ennyi volt. Na, menjünk. Számborod is majd beszélni kéne. Na, jó napot! Ó, vannak férfi emberek. Szálljunk csak le. Egy. Ó, kettes. Ó, aha. Ez azért kár volt. Menjünk ide. Nem tudom, odaérek-e még sötétedés előtt. Ha nem, akkor alszunk egyet. Más ötletem nincs. Hol van itt az út? Meg gondolom, visz oda út. Már csak azért, hogy hát ha van szekér, ez jó lenne így összeszedni. Hát ha tudunk még eladni pár cuccot. Nézzük csak meg, mi van itt. Hús, nem sok minden. Prém, az jöhet. És ennyi. Hát. Nagyon nem kényeztet el a játék. Jó, szerintem, bár elmegyek a közelébe. Ami szerintem már itt is van. Rakok egy tüzet. És alszunk egyet. És most biztos lesznek emberkék. Hát szerintem nem spawnoltak újra a dolgok a szekérnél, nál, ról-ről. Na, jó napot kívánok, ember kellene. De izibe. Most látom, hogy... Kettes vadász. Illetve ez egyes vadász, bocsánat. Még rosszabb. Ö...
Kettes, kettes, egyes. És még izének is rosszak. Vájároknak. Szomorú. Ide. Remélem, itt minden rendben. Ja, arra kéne menni. Nem emlékszem, hogy itt volt szekér, de nem hiszem, hogy volt. Aztán lehet, hogy tévedek. Valami. Na, hármas. Hármas vadász. Oké. Hello. 30 éves. Na, ez. Jó. Szuper, megvan a vadászunk. Akkor menedzseljük is itt a dolgot. Így mi. És... vadász kunyhó. Így mi. Meg is van. Szuper. Milyen képességetek van még? Ez gyenge. Ez is elég gyenge. Állattartáshoz jó lenne, de... vagy mezőgazdasághoz. Meg diplomáciába jó. Jó. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam, mehetünk is haza. Vagy meglátogassuk? Hát csináljuk meg. Télen úgy sincs nagyon mit tenni. Akkor legalább le tudjuk ezt is. Nem tudom, tudunk menni úton? Hát ha. Találunk valami kincset. Vadászunk. Bízom benne, hogy helyreáll a rend. De hazafelé azért kéne lőni pár állatot, biztos, ami biztos. Szóval megsütjük. És akkor meg van oldva. De hogy mentünk rossz fele. Nekem a sárga kell. Beszélek itt hülyeséget. Mentem volna a kék után. Ó, itt szokott lenni jó cucc.
Esetleg valami vas fejsze. Nem, itt már nincs semmi. Azóta nem spawnolt újra. És már meg is jöttünk. Szevasz, haver, srác! És ne menj el. Mondtam, hogy ne zavarj. Számból tudnom kell, hol találom Esztert. Értem, és azonnal tudni akarod? Igen! Mert az ügy sürgős és nem várhat? Igen! Nagyszerű, akkor úgy tűnik, hogy minden befolyásom megvan. Van egy megbízásom a számodra, amit el kell intézned. Ugyan már, komolyan így akarsz kihasználni engem? Pontosan? Ezt inkább nem. Mi a teendő? Szeretném, ha beszerezné nekem néhány tárgyat. Melyek? Cékla, hagyma, káposzta és sárgarépa. Viccelsz, nem azt akarod, hogy bevásároljak neked, csak mert történet olyan érdekessé válik? Őszinte leszek veled, fiam, nem érdekel. Szerezd meg a kajámat és megkapod a drága információdat. Borzalmasan mesélsz. Semmit nem sem tehetsz ellene, talán vicces akart lenni, vagy okos, vagy cinikus, vagy mégis milyen. Nincs más lehetőség, nincs más választásom. Csak rajtad múlik, hogy hogyan szerzed meg a zöldségeket. Ez egyszerűen lusta. Hagyd abba az ugatást és hozd vissza, kutyus. Utálom ezt. Hát a... A kutya. Sajnán mondtam valamit. Na, még farkas is. Hol van? Zöldséges. Megnézem itt. Más ötletem nincs. Egy már hülye madár. Hagymámat most adtam el. Mehetek újra. Vizes tömlő. Nem ez kalap. Mézsör. Ennyi? Ennyi, úgy tűnik. Nézzük már meg ezt a izét. Nem ez kalap. Wow, de menő. Hát legyen ez. Na. Egyből menőbben nézek ki. Kell majd vadászni. Hát
egyelőre nem látok semmit. Semmilyen bandita, semmilyen szekér. Na, nézzük, hogy itt mi van. Hello. Hol tudok? Várjunk. Mik vannak? Ott egy csirkés. How are you? Neked mi van? I've got it. Ez a köcsögös. Semmi nincs. Hol találom? Eladók. Mezőgazdaság. Mezőgazdaság. Földműves. Ronika Gostovia Denika. Goodbye. Ez van legközelebb. Hogy számbor. Hol vagy állat? Ide messze. Na. Menjünk. Ez még csak a második nap. Na, megjöttünk. Kell csak 8 céklád van. Nem áll. Cékla, hagyma. De... Na. Cékla, hagyma, káposzta, az nekünk nincsen. Ha jól emlékszem. Káposzta, mi kell? See you soon. Répa. How can I help you? Only the best products here. Répa. És elfelejtettem, hogy hol van még. Oké. Okay. Hol találom? Eladó, mezőgazdaság, földműves, Rolnika, Gostovia, Denika. Goodbye. Oha,
Már most tele van a hócipőm. Na menjünk. Azért megnézem otthon a káposztát, de nincsen. Biztos vagyok benne, hogy nincsen. Viszont lehet, hogy viszek haza egy kis állatot. Megsütöm, hogy ne legyen gond. Ja, már gond az állat, már látom. Úgyhogy gyorsan vadászunk. Nem nyulat akarok, hanem van itt szarvas is. Van itt normális állat is. A róka. Még egy róka. Oh, ott van a disznó. Coci? Cocika? Na-na. Hogy lehet így menni? Na, add ide a könnyilamat. Uha, várjunk, a másik monitornál megint elment a kép. Nem tudom, miért csinálja ezt. Oké, nem tudom, mennyi játszódik a játékból még mindig. Szuper. Oké. Na. Na, meg lesz a kaja is. Megsütöm. Aztán... minden rendben lesz. Inni. Oh, ott a következő paciens. Nem visszaadja a nyilamat. Oké, visszaadta. Kellene még. Ez ott egy hiúz. Ha fejbe csűrtem és elszalad. Ajaj, hogyan lehet? Oké. Azt hittem. Hát egy kis hús meg prém. Na. Kellene még valami jószág. Ott a... na, ezt most hol lőttem? Oké. Okay. Oh, örülök, hogy nem menti el. Az a szájába ment rendesen. Oké.
Tarkólövés. Érdekes, hogy van őssuta, de őz nincs. Mert szarvas van. Úgyhogy itt összekeverték a szavakat. Eltört a részkésem. Hol tart a világ, már a részkésem az igazi. Na, van húsunk. Meg is sütöm. Izibe. Közben, ha van még valami, akkor azt levadásszuk. Nem látok semmit. Errefele lehetne terjeszkedni, mert itt annyi hely van. Ezt így mindig mezőnek meg... Ja. Beültetett területnek jó lenne. Na. Szevasztok, libák! Szevasztok. Ide nagy a munkanélküliség. Mindjárt megcsinálom itt a kaját. És egyből jobban fog menni a munka. Jaj, megint üszentelem kell. Ah! Na. 99. Ó, hogy oda teszi. Király. Oké. Emberünk egyébként már... Ideért, már elvileg ideért, és elvileg ő is vadászik. Na. Akkor berakjuk a húsit. Cékla, hagyma, hol a sült hús? Itt a sült hús. Oké, azt meg megeszem én. Hoppá. Nem ezt akartam, ezt visszanyomkodok. Sült hús, hol van? Király, megyünk, iszunk egyet. Égni. Nézzük meg a képesség. Varrás és főzés ismeret. Épületmester. Varrás ismeret. Főzés ismeret. Na, legyen a varrás. Ígyni. Na, akkor ez is megvan. Nem kéne itten vadászgatni, emberkék. Vájárnak nincsen szabóházak, meg nincs alapanyag. Vájárnak meg nincsen szerszáma. Lapát. Csinálunk lapátot egyáltalán? Vájár fészer.
Ja, nem azt kell várjunk, hol van a kovács műhely. Lapát. Fa lapát. Nincs. Rézlapát. Nekem mi van? Bronzlapát. Csinálunk rézlapátot. Ja, erre van. Bár nem tudom, hogy melyik a jobb. Rézlapátot nem csinálunk, azt látom. Unérc, vödör. Ezt megtöltjük vízzel. Mi kell a izéhez? Rönk. Hát akkor csinálunk abból. Oké. Egy öt elég egyelőre. Úgy látom, kell majd még egy izé. Még egy műhely. Na, ez is megvan. És ha jól emlékszem, nekem nincs káposzta, semmi káposztám nincs. Se káposzta, se hagyma, se semmi. Nincs semmi. Bört az átrakom. Búzát átrakom. Botot átrakom. Gyapjú szövet átmehet. Rém átmehet. Rézdárda átmehet. Szalma. Koponya. Vödör, azt meg akarom tölteni. A vizes tömlőt meg eladjuk. És akkor megyünk tovább. Mind a hatot tölts fel nekem. És akkor a víz is meg lesz oldva. Király. Oké. Na, ez is megvan. Be fognak törni a vödörök. Mehetünk. Oda megyünk. Jó. Hát te honnan jöttél? Ahogy mondod. Na, menjünk. Vágta a szélvész. Ez is üres, ugye? Ez is üres. Hú, olyan messze kell menni. Hát, amíg lovagolunk, addig leiszom magam. Ja,
Megint sötétedik. Remélem addigra odaérünk. Aztán majd kéne házat építeni. Hegyek. És meg is jöttünk. Jó napot! Na. Kellene nekem egy... Szerintem pont te kell lesz nekem. Be welcomed, stranger. Whatever you need, I've got it. Cékla. Ó, mennyi céklánk van? Kell 12. Oké. Kell hagyma. Ide kellett volna jönni legelőször. Hoppá. Hagyma. 11, ugye? Oké. Káposzta. Oké. És répa. Ó, ide kellett volna jönni. Oké. Szerintem minden megvan. Have a good day. Na, oda kéne szállítani. Hát akkor szállítsuk oda. Csönd. Hello, friend. Kell egy fuvar. Barnikába. Vagy, ó, várjunk. See you soon. Baranika, oké. Okay. Hello there. 310. Sokba kerülsz. Nem kell ez, csak a frász hozod rám. Szerintem reggel oda megyünk. Addig felépítek egy házat. Mert kellene még vájár nekem. Jó fele megyünk. Jó fele. Éjszaka felépítjük, alszunk egyet. Majd itt megnézzük, hogy van-e esetleg valami használható ember. Nem ártana. Na jó napot! Jöttem házat építeni, mit szóltok hozzá? Egyszerű ház.
így ide. Na. 10 rönk. Mire felkeltek, már fel is lesz építve. Úgyis több kell. Szivat engem. Oké. Na nézzük. Oké, köszi. Hát ez csak kibírja ezt a házat, ez a fa palapács. Na nézzük. Rönk. Egyre kevesebb a rönkünk. Botot le is rakjuk. Jó, magasan lesz ez, hallod-e? Oké, na. Ez ablakos. Ez sima. Ez is sima. Ablakos. Sima. Ablakos. Sima és sima. Oda fel már nem látunk. Oké. Oké. Nem náttető, hanem fatető. Még nem engedi. Fa. Fa. Látom, így lehet csak beállítani. Oké. Oké, na, mehet a buli. Ennyi rönköm nem is lesz. Nem akarsz segíteni, haver? Ott ácsorogsz csak. Hozhatnád a rönköket. Üssed. Okay.
Jó, hogy én is ilyenkor állok neki. El tudom vinni. Hát. Aztán alszunk egyet. Ha csak nem lesz addig reggel. Ja, ide bot kell. Oké. De miért kell bot? Na mindegy. Azt hittem, hogy oda a deszka kell. Ja, megnézzük. Üsd. Ez vesző. Egyni. Le se kell bontani. Op, nem, nem. Vissza is kaptuk. Ó, azért csodálkoztam, mondom, miért kell oda. Oké. Na, deszka és rönk. Na. Azt mondja, hogy bot nem kell. Deszka. Ú, de nehéz. Majd rönkért visszajövünk, 6 darab rönk kell majd. Ne állj le, nyomjad. Na, ez is meg lesz. Na. Itt még rálátok. Épp hogy elég lett. Na, akkor jöhet a 6 rönk. És megvan a házikó. Deszka nem kell, és jöhet a rönk. Rönk, rönk, rönk. Na, ez is megvan. Út. Úthálózat. Gyere csak erre. Oké. Elhozzuk egész idáig.
Na. Miért nem engedi? Nem engedi valami miatt. Mindegy. Megvan. Ez a lényeg. Na. Aludjunk. Elvileg. Tudunk aludni. Hello. Csak egy évszakot akarok. Köszönöm, hogy megosztottad az ágyad és az asszonyod. Na, menjünk, megnézzük, hogy van-e itt ember. Mert akkor... Hát jobb ruhája volt a izé és sánszak, mint nekem, figyeltétek? Na nézzük, van-e itt valami... Opa, vájárnak való. Jó napot! Hát ezek kettesek. Hát ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Jó, hát akkor egyelőre nem. Majd lesz. Na, menjünk. Csináljuk meg a küldit. Kajám alig, hanem nincs is. Nem baj, hazáig kibírjuk. Van-e valaki? Az meg még csak egy gyerek. Hát, te, mit csinálsz a szamarammal? Menj onnan! Ez az enyém. Mennyi agyag? Most nincsenek figurák. Tél ez egy ilyen, hogy nagyon nincs mit tenni. Nem tudom, hogy vigyek izét. Kéne vinni. Hopp, ez mellé ment. Ez is mellé ment. Jó van, ügyes vagyok. Kicsit rosszul számoltam ki itt a dolgokat. Állj meg, léci. Köszi. Na most fejbe csűrtek, nem ám elszalasz nekem. Hát pont akkor ment arrébb. Szedünk húsit. Ezek esznek mind állat. Kaptad a nyakast.
Na, nyúzd. Oké, és megvan. Ennyi. Legalábbis egyelőre. Gyerünk! Disznóáim már meg. Hol a haverod? Látom, hogy ketten vagytok. Hát ez elaludt. Csak 4 kőnyílam van. Mindegy. Na menjünk, érjünk haza. Illetve nem haza, hanem a emberhez. Nehogy elmenj, nehogy elmenj. Mit akarsz? Itt van a hülye kajád. Lássuk, hogy minden ott van-e. Ne tegyél próbára, Szambor, hol van? Hé, te ne beszélj. Hol? Hornika. Jó. Majd. Oké, akkor menjünk ide. Hát, ha van itt ember. És akkor veszünk el vájárt. Persze, farkaskoma. Szélvészem vagyok. Sehol nem vagy. Nem lenne, ha lenne valami elhagyatott kis bázis. Ajaj. Ebből lények bántanak. Mint tudjuk. Viszont csak húst adnak. Oké. Kőnyíl. Réznyílvesző.
Azt kell nekem, ugye? Nem. Résznyű vesző. Ez az. F5. Mentünk egyet. Na, hol vagytok? Hi, mennyi van? 3. Nem tudom, hogyha egyiket meglövöm, akkor lehet, hogy jönne a többi is. Nem próbálkozom vele. Na. Mi az, hogy nincs nyíl? Akkor ez kellene? Na, ez már van. Ejdi. Hol a réznyíl? Mert ez drága. Oké. Nincs több réznyíl. De ott van a... Esetleg valahol? Nincs. Hát akkor nyomjuk a többit. Egy. Nem is tudom, mennyi húst adnak, nem figyeltem. Ez az-e. Hát, ez nem sokan múlott, azt kell, hogy mondjam. Ez nem sokan múlott. Kicsit bennem volt a para. Ezt így mellé lőttem volna. Já, jó ez a nézés. Nem győznék nyílveszőt csinálni. Ott is egy. Így mi? Na, elvileg nekem van ilyesmi, hogy Orbánc fű. Az mérgezés ellen jó, akkor az nem jó. Akkor az nem jó. Mehetünk. Az az irány. Na, van húsunk dögivel. Aztán asszonykára is rá kellene nézni, mert a végén összebalhézik velem. Na. Kettes bányász. Ez semmi. Ezek semmik. Hát az nem kell lesz. De még átmegyünk.
Na, és akkor, ha ott sem lesz semmi, akkor így jártunk. Akkor még lehet, hogy kéne egy-két dolgot építeni, majd meglátom. Minden esetben jó lenne, hogyha az asszonyka meggyógyítana egy kicsit. A bölények leamortizáltak rendesen. Na nézzük. Hellóka. Egyes, kettes. Hát... Ja, várjunk, valamit el tudok adni, nem? Hello there. Whatever you need, I've got it. 142 húsunk van. Mészsör. Vizes tömlő. És ennyi. Köszi. Have a good day. Mehetünk haza. Uzsgyi. Mielőtt megkeressük azt, hogy azért lefürdünk. Meg kell magunkhoz venni kaját. Közben nézem, hogy tisztán a terep, mert most elég gyenge a HP mennyiség. Nézzük. Nem ezt akartam. Fákja, az mindig jól jön. Deszka. Kőbalta. Ó. Jöhet. Jöhet. És ennyi. Szuper. Csak, mindjárt kaptok még kőbaltát. Oké. Okay. Iszunk, fürdünk. Ivászat. Fürdés. Megsütjük a húst. Na. Mind a 142-t. Megjött tapjuk a vadászatból, asszony. Okay. Szörnyen nézel ki, mi történt? Megint barátkozni akartál azzal a medvével? Össze kell varnunk téged. Mi az kezdenék nélküled? Hogy van az én gyönyörű családom? Nem jó, a babalázas órák óta sír. Ó, te jó ég, szerinted ez komoly? Honnan tudja, a csecsemők egy olyan szervezet kisebb változata, amelyről még mindig fogalmam sincs. Tudsz neki gyógyszert szerezni? Aggódom. Hát, persze, már úton is vagyok. Ha mindig van valami, bár mondjuk most tél van, most... Ezeket még mindig jobb megcsinálni most, mint mondjuk betakarításnál, meg ilyen időben. Na, jó van, már van szárított hús, vadászok dolgoznak.
Azt mondja, hogy sült hús. Oké. Viszont nekem is enni kéne. Így mi? Azt, hogy meggyógyított. Úgyhogy menjünk. Várjunk csak. Mi a küldi? Idegen. Ez kell nekem. Idegen. 945. Na jó, hát. Na mindegy, akkor szomára nekünk sajnos nincs gyors utazásunk még. Mindegy, gyorsan oda megyünk. Nem lesz gond. Megyek, szerzek gyógyszert. Gyerünk. Ja, ugye semmi. Azt hittem, hogy van ott deszka. Vagy valami, de semmi. Benéztem. Nem tudom, csacsinak valahogy sztaminát nem lehet növelni. Vagy az a megoldás, hogy lecseréljük lóra. Jaj, jaj. Aj, miért roppantam? Megnéztük. Hullák még mindig itt. Mint elrettendő példák. Így jár az, aki kötekedik. Szegény nyiam is meg, elég megviselt. Hellóka. Legalább megnézem, hát ha van itt valami vájár. Nem ártana. Vigyáztam. Na. Hol van a... Ez nem a füves. Vagy igen? Mindjárt megnézem. Ja nem, ő kell nekem. Szia! Én mi hozott ide? Orvoságra van szükségem, a kisfiam lázas. Szörnyen sajnálom, de éppen most adtam el az utolsót. Nem tudnám még egyet készíteni? Csak hónapok múlva az összetevők nincsenek szezonban, és üresek a készleteim. Ez hihetetlen, nagy szükségem van arra a főzetre. Kinek adtad el? Valami utazó, épp most ment el, még mindig valahol közelben kell lennie. Köszönöm. Oha. Te vagy. A Merigó.
Üdv idegen, miszél hozott szerény személyemhez? Vettél le ezt gyógyszert a gyógyfüvesnél? Valóban messzi vidékről jöttem, de még itt sem hiszem, hogy kereskedelem bűncselekmény lenne, igazam van? Persze, hogy az vagy. Mi? Nem vádolok semmivel. A helyzet az, hogy a kisfiam beteg, és te épp most vetted meg az utolsó bájitalt, ami segíthet rajta. Értem, akkor gondolom ez a gyógyszer sokat jelent önnek, igazam van? Most pontosan hajlandó lennél visszaadni nekem? Nem. Tessék, egy gyerekről van szó. Ó, tökéletesen megértem a körülményeket, de tudod, az érme nem zavar engem. És az én szemszögemből nézve ebben a kereskedésben én vagyok az, akinek van egy olyan előnye, amit az emberek úgy hívnak, hogy befolyásoló tényező. Igazam van? Igen, igen, igen. Igen, az vagy. Pompás, most már látom, hogy te egy logikus ember vagy, és hogy egyet értünk a helyzet megítélésében, amelyben találtuk magunkat, oké. Most már csak az van hátra, hogy kölcsönösen előnyös megegyezést találjunk. Én is teljes mértékben igaz van, mit javasolsz? Valami szokatlan, valami költői, nem tudsz helyetlenül írni? Nem tudom. Akkor felejtsd el, túl sokáig tartom megtanulni és megírni az emlékiratomat, akkor talán egy almát. El akarod cserélni a gyógyszert egy almára? Nos, állítólag legalább egy egész napra távol tartja az orvost, de ezúttal igazad van, idegen. Semmi költői nincs benne, mit tegyünk, mit tegyek. Egy kicsit olyan kusza. Persze csodálkozzunk rá még jobban, talán a gyermekem halál elég költői lesz neked, így a probléma megállt, ha megoldódik. Ő azonban kedves utazó. Na. Tudtam, hogy kedvelni foglak. Nos, a humorérzék az, ami leginkább összeköti az embereket, vagy talán egy közös ellenség. Tegyük a hétköznapiságot a milyenké, idegen barátom. Tessék a főzet a tiéd. Csak így. Soha nem akartam visszatartani a gyógyszert egy beteg gyermektől, nem vagyok sem szörnyetek, sem politikus. Az egyetlen fizetség, amire törekedtem, hogy kellemes beszélgetés volt. Ez az árul nagyon hiányzik az utakon. Köszönöm, lehet, hogy éppen egy ember életét mented meg. Segíthetek valamiben? Hívd meg a településedre! Oké. Az emberek pletykálnak, én meg szeretek hallgatózni, és szemeid miatt könnyű téged felismerni. Oké, csatlakozz. Kiváló, most menj a fiathoz, majd én megtalálom az utat. Viszlát később. Oké. Üres hely. Egyszerű ház. Elfogadjuk. 6-os a diplomácia. Az nagyon jó. Vájárhár. Na, hát lett egy vájárunk. Ó, de az izé... Ó! Kell csinálni még egy vájárfészert. Jó, hát akkor megcsináljuk. Oké. Nézzük, hogy... Itt az Ó, itt egy... Te nő vagy? Te nő vagy? How is life treating you? Meg is van a helyed. Na. Szuper. Na. Hát akkor kell csinálnunk egy vájár. Vájár helyet. Vájár cuccot. Vájár izét. Na.
hazamegyünk. És szerintem a vájár majd a következő évszak lesz már. Úgyhogy ne felejtsük el. Nem várod, meg ő is oda megy. Csak jelzem. Hát én nem megyek vissza. Bot. Fekszünk, aztán ott ébredünk úgyis. Oké. És alszunk. Na, srácok, meglett a tél. Szuper, odaadjuk. Megvan? Igen, itt van, ne aggódj, biztos vagyok benne, hogy segíteni fog. Majd meglátjuk. Bíz bennem, nézem, hogy minden rendben lesz. Na! Ez is megvan. Adófizetés. Egy szívességet szeretnék kérni. Elvinnéd ezt a pénzt, hogy kifizesse az adónkat? Persze, azonnal megcsinálom. Na. Akkor ez is megvan. Szuper. Ó. Ó. Na. Szuper. Minden király. Bőrünk van, azt ledobjuk. Sőt, hús. Oké. Bőrt azt ledobjuk. Hogy nőnek a szilvafáink? Tényleg majd kéne venni fát is. Deszka. Ennyi. Szuper! Óha! Látom, itt komoly gondok vannak. Ezt még megcsináljuk. Szalma. Szalma, szalma, szalma. Aztán el kéne adni a szalmát is, mert annyi szalmánk van. Oké. Nem hanyagolhatjuk el itt az épületeket. Okay. Itt minden oké. Okay. Minden oké. Okay. Még egy kis javítás. Oké. Okay. És alig, ha nem. Minden rendben. Így, esetleg cocca. Egyszerűbb így megnézni. Állatok. Nincsen malac. Összeszedjük.
Oké. Malacoktól is. Negyven százalék. Na, 64 gané lett. Egyébként mennyi csirke fér itt el? Lehet, hogy 10 a max, nem? Azért nincs több. Hú, a betyárját. 2, 4, 6, 8, 10. Így van. 10 fér el. Na. Így egyszerűbb lesz, látom. El kell adni a csirkéket. Úgyis most volt a dőfizetés. Kicsit megcsappant a pénzmennyiség. Így. Na nézzük. Kakas, kakas. Ez a legöregebb. Eladjuk. Egy kakas elég, eladjuk. Égyni. Takarmány van. Tele az összes fészek. Tollat el kell adni. Egyni. Na, ez is megvan. 47. Szuper. Mi a gond? Szabóháznak azt tudom. Jó, csak ember gondja van. Hol vannak az embereim? Nem kéne dolgozni? Oké, itt a Gani. Meg itt is van Gani, vagy trágya. Nem, komposzt. Bocsánat. Gani, 2. Na. Hát trágyánk az van. Hál' égnek. Szuper. Átrakom oda, nem tudom, hogy látja onnan. Már nem fér bele. Mindegy, most majd úgyis ki fogják pakolni. De tényleg, hol vannak az emberek? Tollat meg a tojás majd el kell adni. Megnézem, hogy a húskészlet az hogy áll.
Jó, készül. Jó van. Nincs para. Kellett a két vadász. Ja, van nekem ilyesmi, hogy kőkés, meg ilyen finomságok, ugye? Azokat is lerakom. Nincsen kőkés. Pedig, mintha vettem volna fel, nem? Na mindegy. De lehet, hogy el is használtam mi. Jó, visszament a pénzünk. Nem baj, most majd lesz betakarítás, vagy minden. Na jó, van, itt vagytok. Ezt szeretem, mikor dolgoztok. Hol a harmadik? Itt van. Jó, van, nem látom, mert éppen elbújt. Na, jó van. A rózs. Ide meg majd len lesz, ha minden igaz. Ide zab. Ide meg alig, ha nem. Nem tudom. Nem, ez melyik föld? Négyes mező. Káposzta. Oké. Oda jön majd a káposzta. Hatvannégy, 65-ös, 75-ös, 5-ös mező, az oda jön a len. Így van. Szuper! Remélem elég lesz a trágya. Elvileg kezdődik a bogyó szezon, ha minden igaz, nem? Elvileg igen, úgyhogy remélem ez is lesz, és akkor tudunk komposztálni mindenféle finomságot. Jó srácok, egyelőre ennyi lett volna. Hát küldisztünk egy kicsit, egy kicsit fejlesztettünk mindent. Ne felejtsünk el, Vájár, azt Vájár kunyhót építeni. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, kérlek iratkozz fel, nyomja a lájkot, diszlájkot, csengetjű, stb. Mindent is csináljatok, kommenteljetek, legyetek jók, sziasztok!